Labdarúgó csapatunk magyar válogatott középpályása Sigér Dávid pénteken szerződést hosszabbított a Ferencvárossal. Sigér tavaly nyáron csatlakozott egyesületünkhöz, és 36 pályára lépése alkalmával három emlékezetes találatot is szerzett Fradimezben. Az aláírás utáni pillanatokban mesélt klubunknál töltött egy évéről, a válogatott debütálásáról és a közelgő Európa Liga meccsekről. Az elmúlt egy évben, amit sikerült itt csapattal elérnem, szerintem mindenképpen ez járult hozzá. Bajnokok lettünk, sikerült az Európa Liga főtáblára is bejutni, és ugye ami egyéni sikerem is a magyar válogatottba is megkaptam a meghívót, ráadásul sikerült az első mérkőzésen is pályára lépni, úgyhogy úgy gondolom elég mozgalmas időszakon vagyok túl. Ha jól emlékszem, bő egy éve, amikor itt ültem és erről kérdeztetek, vagy aláírtam is, hogy mit várok majd ettől, az évtől, akkor azt mondtam, hogy egy év múlva szeretném azt mondani, hogy Sigér Dávid bajnok a Fradival. Hát ez volt az egyik legfontosabb, és nagyon örülök neki, hogy ez sikerült. Nagyon nehéz lett volna akár még más csapatból szerintem számomra eljutni akár a válogatottig. Ugye itt megadatik az, hogy nemzetközi mérkőzéseket is játszhatok, és az mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ott is számításba vegyenek engem. Az első és legfontosabb ugye, hogy sikerült nekünk elérni ezt az eredményt, amire már oly régóta áhítozott mindenki. És az, hogy a főtáblán lehetünk és ott még lejárhatunk 6 csoportmeccset, az számunkra is óriási öröm, játékosként is. Elsősorban a tapasztalatszerzés lesz a legfontosabb volt. Nyilván szeretnénk minél eredményesebben és minél több gólt rúgva játszani, de azért reálisan azt látni kell, hogy nagyon erős ellenfelekkel fogunk szembenézni, de egyértelmű, nem feltartott kézzel fogunk játszani, és megpróbálunk minél több örömet okozni ezeken a mérkőzéseken és a szurkolóinknak.